A közelmúltban tartotta évzáró ülését a Primum Alapítvány kuratóriuma, melyen megköszönték a tagok és a dolgozók egész évi munkáját. Az eseményen természetesen a mikrohitelezés jelenéről és jövőjéről is szó esett. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban az Alapítvány kuratóriumi elnöke, Comba Csaba. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Először azért mindenképpen hozzon minket képbe a Primum Alapítvány tevékenységével kapcsolatban. Szóval miről is szól a fáma? Hát egy több évtizedes múltra visszatekintő alapítványról van szó. Igen, hát nem is akármilyen múlt, 30 évesek leszünk ebben az évben, összetervezzük a ünnepséget ezzel kapcsolatban, megünnepeljen a 30 évet. Nagyon helyes döntés hoztak annak idején, rögtön a rendszerváltáskor akkori megyei vezetők, és az erre léptek illetékes szervezetek, több város, település is benne van a Primum alapítói között. Pártok is voltak sajnos, amit most hátrányos nekünk, mert egy több pályázaton nem indulhatunk, ezen most változtatni szeretnénk, ezt csak egy zárójelbe jegyeztem meg. Tehát azért hozták létre ezt az alapítványt előrelátó gondolkodással, hogy a megyei vállalkozásokat, akik már akkor elindultak, az alakulás és a küzdelmek első lépéseit megtették, fejlesztésében, támogatásában vegyen részt a megye valamilyen szervezet révén. Erre hivatalos szerv nem volt, ugye, semmilyen intézmény, és létrehozták ezt az alapítványt 1990-ben. Azzal, hogy különböző programokkal, tanácsadással, az akkor induló FAR programmal, és működő FAR programmal, ahonnan forrásokhoz is jutott az alapítvány, elindították a megyei támogatását, a megyei vállalkozásoknak a támogatását. Ez egy nagyon-nagyon pozitív döntés volt. A 30 év ezt mutatja, hogy azóta is rengeteg vállalkozást fordult a Primumhoz különböző témában, elsősorban ugye a mikrohitelezés formájában, mikrohitelezésért, másik formában pedig a különböző oktatási, támogatási, fejlesztési programokban való részvételért. Honnan rendelkezik pénzeszök közzel ez az alapítvány? Az alapítvány, ahogy említettem, az első körben, az első időszakban a FAR pénzekből részesült. Utána pedig létrejött ugye az MVA, a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány, amely az egész országban ezekkel a pénzekkel, amit vállalkozások fejlesztésére fordítanak, ő rendelkezik. A Primum az egyik, hát mondjam, kuncsaftja, illetve partnere, ez egy szebb szó, az MBA-nak. Nem is tudom pontosan, mikor jött létre a kapcsolat, de ez is már több évtizedes ez a kapcsolat. És az MBA-tól jut forrásokhoz, az állam, illetve az Európai Unióból érkező pénzek az MBA-n keresztül kerülnek a megyei és egyéb fejlesztési alapítványokhoz is. Ez az egyik forrásunk, amelyik működik, a másik pedig, hál' Istennek, mivel jól működik a Primum, illetve a gazdálkodása minden évben pozitív, hosszú évek óta, sok elég komoly mikrohitelezési alapot tudtunk teremteni saját magunknak. Ezt úgy hívjuk, hogy helyi mikrohitelezési alap, tehát saját forrásaink is vannak, anélkül, hogyha bárki más nem biztosítana nekünk forrást, is tudnánk hitelet is nyújtani a vállalkozásoknak. Mikrohitelekről van szó. Mit akar a kifejezés, hogy mekkora a mikrohitel? A mikrohitelezést azért tartjuk egy jó kifejezésnek, mert elsősorban kicsi, tehát mikrovállalkozásoknak vagy egyénvállalkozóknak adjuk, és ki kell hangsúlyoznunk olyan vállalkozásoknak, akik is teljesen kezdő vállalkozások. Tehát aki most megalakul, hogy el tudjon indulni, támogatjuk, ha megfelelő üzleti tervet és programot tud bemutatni számunkra. Azt szoktuk mondani, hogy olyan vállalkozásokat is támogatunk, akit a bankok nem támogatnak, vagyis nem bankképesek a vállalkozások, hogy a bankoknál lezárt éveknek kell, vagy évnek, igen, legalább két lezárt évnek kell lenni, megfelelő pénzügyi mutatókkal, stb. Stb. Mi ezeket, ezt nem veszük figyelembe, hanem kezdővállalkozásnak is adunk. Tehát mikrohitelezés, az azt jelenti, hogy mikro, tehát kicsi vállalkozásokat támogatunk elsősorban. Tehát akkor nem a hitel mennyisége mikro. Hát végül is az is, mert nálunk most, amilyen hitelprogramok futnak, még az országos mikrohitel is fut, aztán klasszikus helyi mikrohitel alap. Itt maximum 10 millió forintot kaphat a vállalkozás, vagy az egyéni vállalkozó. 10 év futamidőre, egy év türelmi idővel, aminek a kamata 3,9%-os. Amit említettem, most saját mikrohitel alapunk van, amit elindítottunk most az elmúlt évben, tavaly előtt már, áthidaló hitelnek nevezzük, két formája, egyes és kettes. Itt 5 millió forint lehet a maximális összeg, 5 évre kaphatja a vállalkozás,
Itt viszont 2 év türelmi időt adunk, tehát 2 évig nem kell elkezdeni a törlesztést, és a kamat ennek 4,9%. Tehát látszik, hogy itt más hitelformákhoz kapcsolódik, a 10 milliók vagy a 100 milliók itt nem érhetők el nálunk, tehát 5 és 10 millió összegű, maximális összegű mikrohitelt tudunk biztosítani. A felvezetőt úgy kezdtük, hogy évet értékeltek, 2019-es esztendőt értékelték. Milyen volt az év, hogyan tudnak visszatekinteni? Az elmúlt évben, hát röviden elmondom a számokat, 140 milliót meghaladó árbevételünk volt, ennek 43 millió forintos eredménye, tehát hozama volt részünkre. A tavalyi évben elsősorban ebből az átitaló hitelből tudtunk. Bocsánat, hogy a szavába vágok, ez az előző évekhez képest emelkedés, csökkenés. És stagnálunk most az elmúlt pár évben, tehát nem volt emelkedésünk, de ez a mikrohitel, az alapítványnak a méretéhez mérten ez egy tűrhető és jó árbevétel, illetve hát emellett 43 millió forint eredményt tudtunk kigazdálkodni. Vannak, akinek nem tudnak adni esetleg mikrohitelt, mert már a pénzeszközök nem állnak rendelkezésre? Az ilyen nem fordult elő még, nem is emlékszem rá, hogy kimerült volna a keretünk. Tudunk mikrohitelt biztosítani. Pillanatnyilag 490-valahány vállalkozásnak nyújtunk mikrohitelt, akik nálunk van. Ez másfél milliárdot tesz ki, másfél milliárd forintot. Ez azt hiszem elég komoly összegnek titulálható. És főként megyebeli. Főként megyebeli, persze, hát megyei vállalkozás élénkítő alapítás. Még van egy pár partnerünk a más megyékből, akik megkerestek bennünket, nem utasítottuk el. Valamilyen oknál fogva idejöttek hozzánk, itt a szomszédos megyékről van egyébként szó. Tavaly évben 46 vállalkozás jött hozzánk, akinek 299, tehát gyakorlatilag 300 millió forint hitelt biztosítottunk, tudtunk nyújtani. Ez is egy elég komoly összeg. Utólag van valamilyen utókövetés, hogy ezek a vállalkozások tényleg akkor meg tudnak állni stabilan a lábukon, és vissza tudják fizetni ezt a hitelt? Hogyne, hát rendszeresen ellenőrizzük, rendszeresen felülvizsgálat van, kezeljük az anyagokat, a dossziukat, vannak üzemi vagy telephelyi látogatások, ez nagyon komolyan megy. Egy mikrohitel bizottság dönti el, hogy kinek adja a hitelt, van elutasítás is, tehát el kell, hogy mondjuk van, akit nem beszél, tehát nem komoly és nem olyan szintű tervet tett le, vagy üzleti tervet, azt nem hitelezzük, tehát nagyon alaposan felmérjük, nagyon alaposan utána jár a mikrohitelbizottság és annak a tagjai. Jogi oldalról megvizsgál a dolog, a cégünk jogász, például az alapítvány jogásza, az is megvizsgál minden egyes hitelkérelmet, és csak hogy mondjam, biztosra megyünk, amikor látjuk azt, hogy vissza fogja fizetni ez a vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó a felvett hitelt. Van valamilyen jellemző tevékenységi forma? Vagy nem. Nincsen megkötés? Nincsen. Tehát gyakorlatilag, most mondom ezt a régi szóval, gombostűtől repülőgépig, ha gyárt valaki, vagy csinál valaki valamit, vagy pedig szolgáltat, vagy akármilyen tevékenységet folytat, bárki fordulhat hozzánk, mezőgazdasági vállalkozások is, azok is nagy számban vannak a Primumnál, akik hát igénybe veszik a mi mikrohitelezési formáinkat. Nézzük, hogy vannak-e még olyan fejlesztési lehetőségek itt akkor a szolgáltatásban, amelyeket még mondjuk nem aknáztak ki eddig. Hát a szolgáltatás, egy dolgozat szeretnék elmondani még a mikrohitelezéshez kapcsolódóan, ami egy nagyon pozitív az alapítvány életében és működésében, hogy az elmúlt évben az Európai Bizottságtól megkaptuk az Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási Szabványnak a certifikátját. Többen is pályáztak erre, Magyarországon egyedül a Primum kapta meg. Ezt tavaly márciusban kaptuk meg, és októberben vették át a kollégáink kint Brüsszelben az Európai Bizottságtól. Ez egy nagyon rangos elismerés, 3 évig küzdöttünk ezért, nagyon komoly kritériumoknak és feltételeknek kellett eleget tenni. Ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy közvetlenül Brüsszelből is pályázhatunk majd, még nem tudjuk, hogy most idén fog ez valahogy beindulni, reményeink szerint pályázhatunk forrásokra. Tehát, hogyha itthoni forráshoz nem tudunk jutni, nincs esetleg elég saját mikrohitel alapunk, illetve hát van olyan lehetőség, hogy Brüsszelből lehet pályázni, akkor mi egy olyan minősítést kaptunk, hogy odafordulhatunk hozzá. Tehát nem mer ki bárki oda, hogy bekopogod, hogy tessenek már adni egy kis hitelt, mert nem tudom, én akarom továbbadni akárkinek. Tehát Magyarországon mi kaptuk meg. És ez egy nagyon rangos elismerés, azt hiszem, hogy a Primumnak a munkája is el van ezáltal is, mert a kollégáknak is a munkája, ezért rengeteget
küzdöttek és harcoltak. Gratulálunk ehhez, és hát gondolom az a jövő zenéje, hogy ez a gyakorlatban mennyire, meg milyen gördülékenyen fog tudni majd megvalósulni. Meg igen, hát amennyiben ebben részt fogunk venni, ott megint lesznek bizonyos játékszabályok, amiket majd meg kell tanulni, hát ők elő fogják írni, hogy miknek kell megfelelni, milyen nyilvántartási kérdéseknek, vagy előírásoknak, milyen dokumentációs dolgoknak, milyen araszolgáltatás, tehát ez megint egy másfajta hitelezési forma lesz, de hát állunk elébe. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást.